2.0 tanulócsoportok, azaz magániskola Budaörsön. Nincsenek jegyek, szeretnék, ha a gyermek megtanulná értékelni önmagát. Az egyik legjobb önkormányzati gyakorlat a budaörsi tanoda. Közös többszörös címmel nyer díjat a településen élő romák és nem romák példaértékű programjai között. És 20 éves az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, a szervezet Budaörsön tartotta jubileumi gála műsorát. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Ma tartott a novemberi ülését a budaörsi képviselőtestület. A nagyjából 35 napirendi pont tárgyalását, köztük a költségvetési koncepció elfogadását, Solymosi László kollégám a helyszínen kísérte figyelemmel. Szia Laci, mi történt a mai ülésen? Szervusz Lajos, köszöntöm a nézőket. Alapvetően két dolgot tudok kiemelni a testületi ülésről. Mind a kettő gazdasági jellegű döntés volt. Elfogadták a 2018. évi költségvetési koncepciót. Ez lényegében racionalizálja a korábbi döntéseket, tehát jó pár tervezett beruházás összege céltartalékba került. Másrészt emelkedtek a helyi adók, így 1,9%-ra emelkedett a helyi iparűzési adó. A telek és építmény adó is minimálisan nőtt a gazdálkodó szervek részére. Solymosi László, köszönöm. Ha élőben nem tudták nézni a képviselőtestületi ülést, akkor ma este megtehetik, hiszen teljes hosszában megismételjük a közvetítésünket, de ezt csak az élőadásunkat nézők láthatják, vagyis szerda este. A Városi Magazin ismétlései után nem jön a testületi ülés közvetítésének az ismétlése. De a pénteki Városi Magazinban hosszabban is összefoglaljuk majd a legfontosabbakat, sőt a jövő héten szerdán, napirend után megbeszéljük majd a döntések hátterét és következményeit. Most viszont arról, hogy egy új alternatív suli indult Budaörsön, tulajdonképpen azoknak, akik nem szeretnék a már teljesen állami iskolába járatni a gyereküket. A 2.0 tanulócsoportok lényege, hogy nincsenek jegyek. Szeretnék, ha a gyermek megtanulná értékelni önmagát. Tudná, hogy hibázhat is, de emellett meg fogja tanulni, hogy hogyan tudja kijavítani vagy pótolni a hiányosságokat. A gyerekeket egyébként beiratják az állami iskolába, de magántanulók lesznek, így ott csak fél évente vagy évvégén kell vizsgázniuk. Sok-sok kis hamupipőke lettek most belőle. Fiúk is hamupipőkévé változtak, igen. Ezek a gyerekek 8,5 perce válogatják a lencsét, vagyis ennyi ideje köti le a figyelmüket egy tevékenység. Nem az ebédet készítik elő, hanem iskolában vannak. Az élményhez, jelen esetben hamupipőke meséjéhez kapcsolt monoton tevékenységgel fejlesztik a figyelem koncentrációjukat. Ha azt gondolják, hogy ez alternatív módszer, igazuk van, Ruzsonyi Ágnes pedagógus indította el családias környezetben a 2.0 tanulócsoportokat. Ez egy mese délelőtt, tulajdonképpen egy mese vetélkedő, a harmadik negyedikesek, illetve az elsősök is csatlakoztak hozzá, és itt ebben a teremben különböző feladatokat oldanak meg, és hát a játék közben tanulják meg azt, hogy mit jelent a mese, milyen mesehősökkel találkozunk, és valójában, ami egyébként nekik tananyag is, de a gyakorlatban és élményszinten találkoznak azzal, amit nekik meg kell tanulni, de hát mennyivel másabb ez, hogy így tanulják meg, vagy így találkoznak vele. A következő helyszínen már éppen a most a nagyok tanárt, nagyok fejezték be a történelem foglalkozásukat, ők pedig három év folyamban 5., 6. és 7.-esek tanulnak egyben, illetve egymás mellett, és nagyon-nagyon érdekesen, interaktív módon látják meg azt, hogy milyen is volt a világnak a történelme. Nem csak kifejezetten a történelmet, hanem a kultúrtörténetet, irodalmat és egy csomó más dolgot is kapnak emellé. Amíg a fiatalok szünetet tartanak, arról faggatom őket, hogy miben más a 2.0 tanulócsoportjaiban, mint az általános iskolában. Kicsit elengedhetjük magunkat, nincs az a sarokban tartás, az a félelem, ami eddig volt. Hát itt tudunk rendesen játszani, meg beszélgetni a többiekkel, és hát itt a tanulás is ilyen játékosabb féle. Szerintem az a jobb, hogy a suliban, mármint a rendes suliban, ott vissza kell fognunk magunkat egyenes háttal, és még néha tanárt is behívnak, hogy adjanak egy babzsákot a fejünkre, hogy például
hogy egyenesen üljünk, és itt meg nem az van, hogy így ülünk hátra csak, de sokkal jó, mert tényleg igaz, amit fiúk mondom. A gyerekek be vannak íratva az általános iskolákba, de vagy magántanulók, vagy az óralátogatás alól kérték a szüleik a felmentésüket. A tanulócsoportban osztályzatot, pontot nem kapnak, de a bázisiskolájukban évvégén és fél évkor is vizsgáznak. Teszteket a tanulócsoportban is rendszeresen írnak, ez jó visszajelzést ad a felkészültségükről önmaguknak és a mentoroknak is. Három csoportban dolgozunk, az elsősöket nagyon szerettem volna külön választani, hiszen nekik egy óriási nagy lépés az óvodától. Nem szerettük volna, hogyha az elsősök a harmadik, negyedikesekkel töltik mindennapjukat, tehát ők hetente több alkalommal csak a saját csoportjukban egymással és a tanítónéniükkel töltik az időt, illetve tanulnak és fedezik fel a nagyvilágot. Az iskolás életet és az információgyűjtést, hiszen a tanulás az nem csak egy magolást jelent, vagy nem csak egy mechanikus dolgot, hanem nagyon-nagyon sok olyan újnak a felfedezést, amit szeretnénk, hogyha ők is így látnának. Harmadik, negyedikesek a következő korcsoportunk, és a felsősök pedig ötödik, hatodik, hetedikes osztályosok, vagy korúak, inkább így mondom, és így vagyunk összesen 26-an jelen pillanatban. Annak, hogy a felsős korosztály egy csoportban van, a gyerekek is érzik az előnyét. Újra átveszük az ötödikes anyagot, meg nekünk a hetedikes anyagot is, hát hogy könnyebben fog menni jövőre nekünk a hetedikes anyag. És milyen a társaság így, hogy nagyobbakkal és kisebbekkel is együtt vagytok? Hát így sokkal jobb, mintha csak pár ötödikes így, vagy hatodikos így együtt lenne, mert szerintem jobb a közösség, ha többen vagyunk néha. Nem kapnak a gyerekek jegyet. Hogyan lehet őket mégis motiválni, illetve fegyelmezni? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen főleg a nagyobbaknál, ráadásul kiskamaszkorban lévő nagyobbaknál, ez nagyon-nagyon nehéz, hogy megértsék, hogy egy kicsit tudatosabban kéne működjenek. Tehát ne azért tanuljanak, mert elkerülik így az egyeseket, ne azért legyenek jók, mert akkor nem írunk be nekik igazgatói vagy egyéb más intőket, egyebeket. Azért tanulnak, mert szeretnénk, hogy éreznék, hogy azért kell tanulni, mert az jó, információkat szereznek, összetudják rakni a tudásukat, fejlődnek. Ezt most így 5 hét elteltével azt látom, hogy elkezdték érteni. A látszólag nagy szabadság mellett azonban egy a gyerekekkel közösen kialakított keretrendszer szabályozza a tanulócsoportban eltöltött napjukat. Amíg tart a foglalkozások közti szünet, ezt a napi rendet magyarázzák nekünk. Reggel bejövünk olyan hát 8-ra, vagy fél 9-re, és ide betesszük a cipőinket, és már akik hoztak, azok már, ahogy a Rozin is látható, van bent 10 cipő. Utána 9-kor kezdődnek el a foglalkozások. A reggeli szabad foglalkozást beszélgetéssel, zenehallgatással vagy akár pár perc jogával is tölthetik a gyerekek. A foglalkozások kezdete előtt a telefonjaikat bele kell tenniük egy kosárba, hogy a szünetekben ne azt nyomkodják, maguk melegítik meg a mikróban az otthonról hozott ebédet, és a rendet tartanak maguk körül. Délután 3-tól lehet elővenni a telefonokat. Természetesen, aki megy haza, az előveszi akkor, amikor megy. És ugye elkezdődnek a foglalkozások. Általában kiszoktunk menni rollerezni a parkba, vagy társasjátékozunk. Olvasunk, hát a délutáni csendes pihenőbe. Most kivételesen megkaptuk a kulcsot, amúgy nem lehet bemenni. És igazából most lett felújítva, hanem egy kicsit ki lett cicomázva, átalakítva a pihenőszoba. És a pihenőszobában általában aludni, lassú dallamok, zenék mellett. Általában olvasunk. Hát halkan beszélgetni, de azt... Hát azt Ági az a nap végére azt nem nagyon szereti, mert már fáj a fejem, mert ugye gyerek az gyerek. Régebben eléggé zűrzavarosan ment az, hogy csöndbe legyünk, talán nélkül. És ugye az első hónap az nálunk arról szólt, hogy megtanuljunk magunk, a saját magunk környezetére vigyázni és óvni.
Közben Gergő bácsi már jelezte, hogy letelt a szünet, így visszakísértük a fiatalokat a töri órára. Tóth Gergely a Herman Otto általános iskolának is a tanára, így jól látja az állami rendszer és a magánoktatás közti különbséget. Egybe vannak a gyerekek, 5., 6., 7., és ami a legnagyobb különbség az az, hogy kis létszámban vannak, kis csoportban, így sokkal több interakcióra van lehetőség, többet tudok velük beszélgetni, és sokkal jobban oda tudok rájuk figyelni, mint egy 25-30 fős osztályban. Állami rendszerben vagyunk, itt arra gondolok, hogy a jegyeket az állami iskolában fogják megkapni, tehát kell majd vizsgázniuk, és lehetőség van arra, hogy fél év végén vizsgázzanak, vagy pedig minden hónapban egy adott részből. Emlékszik valaki, hogy miről volt szó a múlt órán? A múlt alkalommal? Igen, gyere, elolvassam. Miről volt szó? Az iszlám vallásról. Az iszlám vallásról, nagyon jó. Ki alapította? Emlékeztek rá, hogy ki alapította az iszlám vallást? Mohamed. Nagyon jó, és az Isten pedig úgy hívják, hogy Allah. Így igaz? A legjobb praktika szerintem az, hogyha tudok nekik érdekes történeteket, meséket mondani, hiszen a történelem, akár is vesszük egy mese, úgymond, amit bizonyítékokkal olykor alá lehet támasztani, és van lehetőség például itt is a mesén, a sztorikon kívül, vagy például filmrészleteket nézzünk meg, vagy pedig ők is utána tudnak nézni az adott témának. Ezzel tudom érdekesebbé és színesebbé tenni a tanórát, de az a szerencse, hogy alapból nagyon érdeklődőek, és így csak az a feladat, hogy fenntartom ezt az érdeklődést, meg megfordult a fejemben néha, hogy lehet, hogy cukorkát fogok majd nekik dobálni, hogyha esetleg jó választ mondanak, és ezt nem vízben mondom, mert szerintem tényleg hatékony módszer lehet náluk. Azon túl, hogy a pedagógusok igyekeznek valamilyen élményhez kötni a tananyagot, az egyik legfontosabb pedagógiai módszerük, hogy mindent lejegyzeteltetnek a gyerekekkel. Erre van egy mappájuk, ahol bármikor egyszerűen vissza tudják keresni az elmúlt órák anyagait. Itt vannak leírva nekünk, hogy mi hol van. Nekem például a sárga a matek, a fehér az angol, és ide ki vannak írva a szélére is, és akkor itt tároljuk, amiket leírunk a lapokra, és akkor itt vissza tudjuk nézni, hogy például itt vannak a mással hangzók, itt vannak a lapok, amiket kitöltöttünk, és ezeket itt tároljuk. Van kedvenc tantárgyad? Lapozz oda. Nekem a matek. Hogyan tanuljátok a matekot? Mi az, ami tetszik neked az órákon? Hát az, hogy nem úgy, mint a rendes iskolákban, hogy a könyvekből bemagoljuk, és akkor a teszteken, a felmérőkön vagy sikerül, vagy nem, és itt leírjuk, és így szerintem jobban meg tudjuk jegyezni. Meg mi úgy tanultuk a legelején a törteket, hogy legóval kiraktuk meg minden, és nekem az elmúlt 4 évben az általános iskolákban soha nem volt ilyen. Ruzsonyi Ágnes a 2.0 tanulócsoportok sikerét nem csak az alternatív tanulási módszerekben látja, hanem a szeretetteljes légkör kialakításában és a pedagógusok, a szülők, valamint az általános iskolák összefogásában. Hálásak vagyunk azoknak a pedagógusoknak, akik támogatják a munkánkat. Ugye egy nagyon aktív kapcsolódás kell az általános iskolákhoz, hiszen a gyerekeink náluk vizsgáznak, és hogyha a szülők, pedagógusok, mi, illetve a gyerekekkel nem tudjuk ezt valahogy jól összehozni, akkor sokkal nehezebb a mi munkánk is, és nyilván a gyerekeknek is sokkal nehezebb lesz. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy jól együtt tudjunk munkálkodni. Díjat nyert közös többszörös címmel a Budaörsi Tanoda és az önkormányzat, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közös pályázatán. Itt van a stúdióban Lakatos György, a Budaörsi Tanoda vezetője. Jó estét kívánok! Nyilván most azt kellene kérdeznem, hogy sikerült nyerni, hogy miről szól ez a pályázat, ezt meg is tesszük, de kezdjük hátulról. Az első díjat a 9. kerületi önkormányzat pályaműve kapta meg, a második lett Budaörs. Mivel jobb a 9. kerület, mint Budaörs? Jó estét kívánok! Nem tudom megmondani, hogy mivel jobb. Bizonyára a zsűri úgy
találta jónak, hogyha a 9. kerület nyer. Mi ehhez gratuláltunk nekik egyébként, és hát el kell, hogy mondjam, hogy egyébként mi a 9. kerületi önkormányzat bizonyos szerveivel és civil szervezeteivel is, akik részei ennek a pályázat, azért mi együtt dolgozunk velük, tehát nem egy idegen szervezet kapta meg, tehát akár azt is mondhatnám, hogy mi is részei vagyunk ennek a nyertes pályázatnak. Tényleg nagyon örültünk annak, hogy mi másodikok lettünk ebben a versenyben, hiszen azért rengetegen adták be a pályázatot, és Budaörs egy kiemelt helyen szerepelt ebben a versenyben. Az volt a pályázat címe, amit Budaörs beadott, hogy az eredményes iskolai szereplés, a hatékony integráció támogatása, a korai lemorzsolódás megakadályozása. Ez volt a címe. Ezekben akkor mindegyikben úgy érzi a budaörsi tanoda, hogy nagyon eredményes? Nem csak mi érezzük úgy a budaörsi tanoda, hanem egyébként az egész város úgy érzi, illetve azok a szervezetek, intézmények, amelyek hasonló területen dolgoznak. Tehát például az iskolák, általános iskolák, középiskolák és a családsegítő központ is lehetne még sorolni, hiszen azért azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy egy ilyen nagyon jó eredményt tudjon elérni a budaörsi tanoda és Budaörs város önkormányzata, ehhez összefogásra van szükség. Az iskolák részéről, a családsegítő központ vagy gyermekjóléti szolgálat, az önkormányzat oktatási kabinetjének a munkatársai részéről is lehetne még sorolni. Tehát ami ezen a területen az egyik legfontosabb volt, az én meggyőződésem szerint az az, hogy Budaörsön ezen a területen is, és természetesen sok más területen is, elképesztően jó az összefogás és az együttműködés. A szerepel a pályázatban, hogy a hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok felzárkóztatásával, fejlesztésével, tehetséggondozásával foglalkozik a tanoda. Ha ez benne van, hogy roma és nem roma, akkor nyilván ki kell emelni, hogy akkor ott vannak romák, és mi pontosan tudjuk, hogy a tanoda alapvetően egykor arra jött létre, hogy a roma fiatalokkal foglalkozzon. Aztán később kerültek bele nem romák is. Most az arány az milyen? Annyival hagy egészítsem ki, hogy valóban így van, amikor megalakult a tanoda, egyébként először informális módon működött, akkor elsősorban arra koncentráltunk, hogy a budaörsin élő cigány gyerekeknek segítsünk a felzárkóztatásban, korrepetálásban is, lehetne még sorolni, mi mindenben, de már akkor is voltak a tanodában, a tanulók között olyan gyerekek, akik nem a cigány közösséghez tartoztak. És ez rendkívül fontos megemlítenünk, mert egyébként gyerekkorunk óta mondhatnám, középiskolás korunk óta foglalkozunk hasonló jellegű munkával, és rendkívül fontosnak tartottuk már akkor, tehát 30 évvel ezelőtt, hogy ne hozzunk létre gettó intézményeket, ne hozzunk létre olyan közösségeket, ahol gettósodni tud maga a munka, a közösség és minden más. Tehát mi rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a Budaörsön élő gyerekek, hátrányos helyzetű, nem hátrányos helyzetű, cigány és nem cigány gyerekek együtt tanuljanak, együtt dolgozzanak idézőjelben, együtt vegyenek részt különféle programokban, és valóban, amikor elindultunk, akkor sokkal-sokkal több volt a cigány gyerekeknek a létszáma. Egy kb. Arány. Körülbelül 80-20%, de hát ugye sohasem jegyeztük. De 80%-ban cigány gyerekek, és mondjuk 20%-ban nem cigány gyerekek, de erről tényleges, valóságos statisztika egyébként soha nem készült, nem is készíthettünk erről, hiszen nem írhatjuk, nem csináltunk olyan vizsgálatokat, ahol a cigány gyerekeknek, vagy a nem cigány gyerekeknek a nemzetiségét nézzük, de ez nem is fontos szerintem annyira nagyon. Az fontos, hogy különféle nemzetiségű és különféle társadalmi csoport gyerekek egy helyen legyenek és együtt tanuljanak. Most egyébként megváltozott az arány. De ez nem azt jelenti, hogy nem fogadjuk a cigány gyerekeket, ugyanúgy jönnek hozzánk cigány gyerekek, de közben megemelkedett a tanodának a létszáma, hiszen akkor, amikor elindultunk, akkor kb. 40-50 gyerekkel dolgoztunk. Ma már azt mondhatom, hogy kb. 150 gyerek és felnőtt is tanul a budaörsi tanodában. És ebből soha nem volt a 30 év alatt probléma, hogy valaki roma vagy nem roma? Valaki jobb körülmények között él, a másik kevésbé jó körülmények között él? Nagyon sokat lehetne erről beszélni. Mert a gyerekeknél ez mindig sokkal erősebben jelentkezik, mint a felnőtteknél, nem? Hogyne, hiszen ők nem gondolkodnak, főleg a kicsi gyerekek ezen, ugye, hanem amit otthonról hoznak, az azonnal megjelenik a tanodába. Most is vannak ilyen jellegű
idézőjelbe problémák, én azt gondolom, hogy nem annyira nagyon nagy problémák. Ezek, hogyha a gyerekek részéről ezek előjönnek. A probléma az, hogyha ezt nem kezeljük, hogyha nem csinálunk semmit, hogyha hagyjuk, hogy úgy működjön minden, ahogy eddig. Az egyik legfontosabb célja a tanodának, hogy a társadalmi különbségeket megpróbálja. Nem azt mondom, hogy teljes egészében kezelni, hiszen ezt mi egyedül nem tudjuk megoldani, de közösen a városban működő egy intézményekkel, illetve vannak olyan területek, ahol nem feltétlenül kell azonnal mindenkit bevonni, hanem ott helyben a gyerekekkel nagyon-nagyon sokat tudunk erről beszélgetni. És ez az egyik legfontosabb dolog, hogy napi kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, és minden egyes probléma, ami felmerül, lehet ez cigány, nem cigány, lehet ez teljesen más szociális jellegű problémák, hiszen ilyenek vannak Budaörsön is. Ezeket mi átbeszéljük a gyerekekkel. És ezt hogy lehet átbeszélni? Hogy lehet a gyerekekkel átbeszélni? Minden gyerekkel egyébként a saját korának megfelelően tudjuk ezt. Tehát egy kicsi gyerekkel ugye egészen másképp kell ezeket játékszerűen, különféle játékokkal lehet ezt, hogy mondjam, kezelni, vagy a megoldás felé menni, illetve tudatosítani kell a gyerekekkel bizonyos dolgokat. Tehát én azt gondolom, az, hogy valaki szegény, az nem bűn. Miközben ugye azért a társadalomban számtalan olyan hangokat hallunk, vagy írásokat látunk, ahol a szegényeket, a hátrányos helyzetűeket bűnösként ítélik meg, ami szerintünk egy rendkívül rossz tendencia. Tehát ez nem a gyerekek, főleg nem a gyerekeknek a bűne, hogy ilyen helyzetben vannak. Nem azt mondjuk, hogy ezen nem kell változtatni kell, de ez nem az ő bűnük, vagy nem a családnak a bűne, hogy ilyen helyzetben vannak. És akarnak ezen változtatni? Tehát a gyerekeken lehet érezni, hogy ők örülnek annak, hogy matekból, vagy magyarból, vagy bármiből korepetálják őket? Nem mondják azt, hogy nekem ez nem érdekel. Na, ezért más a tanoda. Nem azt mondom, hogy jobb, mint az iskola. Én azt mondom, hogy más, mint az iskola. Az iskolának van egy feladata, én azt gondolom, hogy itt Budaörsön nagyon-nagyon jól működnek az iskolák, hál' Istennek, örülök neki, míg annak ellenére is, és ezzel nem megbántani akarok senkit sem, hogy a Klik ugye néhány évvel ezelőtt átvette az iskoláknak a működtetését, de Budaörs város önkormányzata és így a tanoda sem vonult ki az oktatásból, ugyanúgy ott van a város, és ott vagyunk mi is, és szeretünk együttműködni az iskolákkal. De visszatérve a kérdésre, dehogy nem, hát vannak olyan gyerekek, akik nagyon-nagyon nem szeretnek, és a gyerekek többsége azért valljuk be, hogy nem nagyon szeret tanulni, hát szívesebben mennek játszani, focizni, bolondozni, mit tudom én, de azt tudni kell, hogy azért a tanodában másképp tanulunk. Tehát ott például nincsen osztályzás, és ez egy rendkívül fontos dolog, ez az egyik, a másik, hogy kis csoportban tanulunk a gyerekekkel, és nálunk megengedhető számtalan dolog, például lehet vitatkozni a tanárokkal. Tehát idézően még néha veszekedni is lehet a tanárokkal, vagy a tanár veszekszik a gyerekkel, persze a gyereknek az érdekében, illetve rengeteg játék van, főleg a kicsi gyerekekkel. Tehát én azt mondom, hogy alternatív módszerekkel nálunk lehet próbálkozni, és vannak is, de ami a legfontosabb, az az, hogy a gyerekkel napi szintű és állandó kapcsolatban vagyunk, és azon kívül, hogy tanulunk velük, meghallgatjuk őket. A folyamatos meghallgatás és a gyerekre való odafigyelés az egyik legfontosabb a mi tevékenységünkben. De a tanoda ugye egy kiegészítő intézmény, tehát a gyerekek délelőtt iskolában vannak, és délután vannak a tanodában. Igen, lehet így is fogalmazni tulajdonképpen, hogy kiegészítő intézmény. Délelőtt a gyerekek valóban így van, az iskolában tanulnak, és amikor végeznek az iskolában, akkor jönnek hozzánk, és ott a tanodában folytatjuk úgymond a tanulást, vagy a tehetségfejlesztést, vagy más jellegű programokat is szoktunk szervezni ugye a gyerekeknek. De az rendkívül fontos tudni, hogy ez csak úgy működhetne, hogy csak úgy működhet, hogy mi az iskolákkal állandó kapcsolatban vagyunk, van közöttünk egy együttműködési megállapodás, most ez nem papíron van, mert erre nincsen szükség tulajdonképpen, és a gyerekeket ők biztatják, és elengedik a tanodába, hogy ott tanuljanak, és ott részt vegyenek a programokban. Ellentétben az országban működő körülbelül 200 tanoda van az országban, tehát ott azt tudni kell, hogy nagyon sok helyen, nem mindenhol, de nagyon sok helyen egyfajta ellentét van a tanodák és az iskolák között. Nálunk nem rendkívül jó a kapcsolat az iskolák és a budaörsi tanoda között. Az nem fordul elő rendszeresen, hogy a gyerek elmegy az iskolába, de amikor véget ér a tanítás, akkor azt mondja a tanítónéninek, hogy hát én most megyek a tanodába, de nem a tanodába megy, hanem mondjuk kimegy és rúgja a labdát. Volt erre példa, és előfordul az ilyesmi, nálunk van egyfajta regisztráció, tehát a gyerek megérkezik, akkor
beírjuk, hogy ott van, a gyereknek ezt egyébként a gyereknek is alá kell írni, és hogyha nem érkezik meg a gyerek időben, tehát mondjuk 5-10 percet késik, ennyit lehet, ennyi megengedett, akkor vagy a gyereket hívjuk fel, hogyha a gyereket nem érjük el, akkor a szülőt hívjuk fel, vagy az iskolát. Tehát valakit biztosan értesítünk. Ez nem csak azért van, mert mi annyira nagyon akarjuk a gyereket ellenőrizni, vagy a családot, vagy nem tudom, hogy kicsodát, hanem azért nehogy baj legyen, nehogy eltűnjön az a gyerek, nehogy valamilyen olyan helyzetbe kerüljön, ahonnan aztán rendkívül nehéz kimászni, vagy baleset történik, vagy hát nem akarok még rosszabbat mondani. Ugye? Tehát, de ilyen történt az elmúlt 30 évben? Tehát voltak említésre méltó balesetek, bármi olyan, ami azért, hogy fogalmazzak, ami nagy dolog? Voltak, igen. Volt. Úgy emlékszem, hogy volt egy fiatal ember, akinek volt egy motorbalesete, ő már nagyobb volt egyébként, és voltak kisebb-nagyobb dolgok, olyan is, hogy a gyerek nem jelent meg a tanodában, kiderült, hogy egészen máshová ment, de azonnal értesítettük a szülőt és az iskolát is. És manapság is előfordul ilyesmi, hogy a gyerek nem jön el, és egészen máshol köt ki. Azért vagyunk, azért kell odafigyelni, hogy ezeket a helyzeteket megpróbáljuk kezelni. Azt mondta, hogy nagyon jó a kapcsolat az iskolákkal. Ez olyan értelemben is érthető, hogyha van egy gyerek, aki tényleg nagyon akarja, hogy mondjuk matekból ne kapjon elégtelent, és tényleg tanul, de valahogy mégse jön össze neki, akkor felhívják a tanítónőt, és azt mondják, hogy figyelj, nagyon akarja, segítsél már neki, hogy legalább ne bukjon meg. Fordítva szokott lenni. Tehát az iskolából hívnak föl minket, hogy legyetek kedvesek a gyerekre odafigyelni, látom rajta, hogy igyekszik, nem akar megbukni, viszont mi nem tudunk, mert nekünk nincs erre időnk, vagy úgy látjuk, hogy ti ezt jobban tudjátok csinálni. Ez előfordul egyébként szinte hetente, és akkor eljön hozzánk a gyerek, és akkor mi foglalkozunk vele, tanulunk vele, beszél. Néha a lelkét kell egyébként simogatni, mert valamiért nem tud tovább menni ez a gyerek. Tehát nem azzal van a baj, nem a szellemi képességei, hogy nem tudja megtanulni, nem képes egy matematikai egyenletet befogadni, hanem valami más jellegű probléma van, és ezt mi ott a tanodában ezt elő tudjuk hozni, tudunk róla beszélni, tényleg meg tudjuk őt simogatni, most nem szó szerint. Világos, erről van szó. A lelkét. A lelkét, így van. Ahol az iskolában erre nem biztos, hogy van lehetőség, meg ugye ott a tanárok nem biztos, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy ilyen formában foglalkozzanak. Mindezt azért mondom, hogy nem szeretném az iskolát hibáztatni a legmesszebb menőkig, nem erről van szó, de nálunk viszont erre van lehetőség. Azt mondtam, hogy a tanoda egy kiegészítő intézmény. Mi az igazi jogi formája? Ez egy KFT, ez egy önkormányzati intézmény? Ez egy civil tömörülés? Jogilag nem, nincsen ilyen fajta meghatározás, hogy tanoda. Az állami szerveknél már megjelent ilyen fajta pályázati kiírás tulajdonképpen, de hát szabályozása ennek, jogi szabályozása ennek nincsen, bárki csinálhat ilyet tulajdonképpen, tehát hogyha összeáll egy baráti közösség, ők is taníthatják, fejleszthetik a gyerekeket, erre nincsen külön szabályozás. A fenntartóra viszont van a Budaörsi Tanodát, egy alapítvány tartja fönn, ugye a Budaörsi Tanoda alapítvány, de ettől én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy azok, akik ezt csinálják, illetve az önkormányzat és az iskolák között, és ez minden településre tulajdonképpen elmondható lenne, hogy legyen egy bizalmi kapcsolat. Mert hogyha nincsen bizalmi kapcsolat, akkor teljesen mindegy, hogy van-e szabályozás, vagy nincs, van-e pályázati kiírás, vagy nincs, akkor a dolog megítélés sem szerint bukásra van ítélve. És az alapítványt akkor támogatja az önkormányzat, és így akkor az alapítvány tud fizetést adni azoknak a tanároknak, pedagógusoknak, akik foglalkoznak a gyerekekkel? Ez pontosan így van. Illetve annyit tennék még hozzá, hogy nem csak a fizetésekre kapunk pénzt, hanem a fenntartását, alapvetően a teljes rezsire, telefonra lehetne még sorolni, illetve a programokra, nyári táborok, kirándulások, külföldi utak, a számtalan dolgokra kapunk pénzt, de azt tudni kell, hogy ezen kívül mi is pályázunk, adunk be pályázatokat, és ezekből a pénzekből oldjuk meg a tanodának a működését és a programjait is. Most, hogy ez a pályázat nyert, ez jelent anyagi haszont is, tehát ezzel jár pénzjutalom? Kapott a város, vagy nem tudom, hogy már megkapta, átutalták-e pénzt, de én úgy tudom, hogy 800 ezer forintot, ami hát egy város életében Budapesten nem egy horribilis összeg, de minden pénznek örülni kell, nekem meggyőződésem. Tehát valamikor vagy megkapja, vagy már megkapta a város, amit szerintem be fog építeni a költségvetésébe. Igen. A címet pedig büszkén használhatják, és gratulálunk ehhez. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon köszönöm.
20 éves az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet Budaörsön tartotta jubileumi gálaműsorát. Nem telt eseménytelenül és eredménytelenül az elmúlt két évtized a nemzetiségi identitás fejlesztése céljából. Fontos szerepet játszottak ebben a civil szerveződések Budaörsön, például a Líra Dalkör vagy a Heimat Múzeum. A legnagyobb előrelépést azonban a kisebbség tagjai szerint a nemzetiségi köznevelési intézmények létrehozása jelenteni a német nyelv, kultúra és identitás megőrzése szempontjából. Ütemes tapsra és igazi sváb fúvó zenére vonultak be a 20 éves fennállását ünneplő Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségének gála műsorára érkező települések küldöttei, akiknek a többsége később fellépőként is megmutatta, mit is tudott megőrizni azokból a hagyományokból, amelyek az egykor itt élő svábokat jellemezték. 20 év azért egy nagyon hosszú idő, és bármennyire szent pillantás alatt elment, de rengeteg minden történt, és azért összegzésként azt el lehet mondani, hogy nem eseménytelenül és nem eredménytelenül telt el. Ha egy mondatban össze lehetne foglalni, akkor talán az, hogy az északi régió, a Pest-megyei régió, amely a második világháború, a Vertreibung, a Verschleppung a kommunista évek alatt talán a legtöbbet szenvedett és legjobban szétvert régió volt, felélett ebből a rémálomból, és ma már nyugodtan lehet mondani, hogy megint Magyarország egyik meghatározó német nemzetiségi régiója, és ez nagyon jó érzés elmondani. Természetesen nagyon sok mindennel jóval előrébb szeretnénk lenni, és lehetne, de azt gondolom, hogy a parlamenti képviselettel az utóbbi 3 évben olyan minőségi, mennyiségi ugrást tudtunk elérni, ami reményt ad arra, hogy a 24. órában, de vissza lehet fordítani a 7 évszázados negatív állapotot, vissza lehet adni a nemzetiségi anyanyelvet, a nemzetiségi identitást, tovább tudjuk vinni a kultúránkat, és most azt mondom, hogy messze több a pozitívum, mint a negatívum, ha összegezni akarok. Szerencsére! A Líra Dalkör fellépését követően, aki később az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségének az elismerését is elnyerték a gála keretében, Vitinkov Tamás budaörsi polgármester köszöntötte a megjelenteket a város nevében. Megtiszteltetés településünk számára, hogy 6 év után ismét Budaörsön köszönhetjük a német nemzetiségi regionális kulturális gála résztvevőit és valamennyi kedves vendéget. A rendezvénynek különös aktualitást ad, hogy idén lett 20 éves az ezt szervezője, az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, de most ünnepli a Pest megyei Német Önkormányzat is a 10. évfordulóját. Ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét Budaörs polgármestere, majd felidézte az egykor itt élt német ajkú lakosok szomorú kálváriáját, hangsúlyozva azt, hogy ma is érdemes lenne tanulni abból, hogy egy-egy közösség kollektív megbélyegzése micsoda indulatokat szabadíthat el, és milyen katasztrófákhoz vezethet megfelelő kontroll és tolerancia nélkül. A budaörsi önkormányzat, mint ahogy az összes többi Magyarországon élő kisebbség a rendszerváltást követően kezdték a saját identitásukat újra megtalálni, a saját kulturális gyökereiket feltárni, a helytörténeti értékeket feltárni, és hát azt nyugodtan mondhatom, hogy minden más területen is, ezen a területen is a budaörsi önkormányzat akár anyagi, akár erkölcsi támogatása kiemelkedő volt. Én azt hiszem, hogy azt a tényt, ha figyelembe vesszük, hogy 1946-47-ben Budaörsön kezdődött el a kitelepítés, ezt mindig idézőjelbe teszem, mert így hívták, de azért ez inkább előzetés volt, és hogy a itt élő lakosság több mint 90%-át, vagy nagyságrendileg 90%-át űzték innen el, gyakorlatilag a település kihalt, kiürült, és
mindenféle más területekről költöztek ide, és aztán a történetét ismerjük a településnek. Én azt gondolom, hogy ha ezt figyelembe vesszük, és azt, hogy a német nemzetiségi hagyományok milyen szinten vannak jelen a város kulturális életében, akkor ezzel szemben én kritikát nem fogalmazhatok meg. Szerintem a nemzetiségi oktatási intézményeink példaértékűen végzik a tevékenységüket, és hát egyébként nyilván együttműködnek a német nemzetiségi önkormányzattal e tekintetben is. Pozitívum mindenképpen az, hogy ez a 20 év egyáltalán úgy zárható le, ha már egyáltalán lezárásról beszélhetünk, hogy azok a civil szervezetként létrejött nagy megyei szervezetek, amelyek igyekeznek a nemzetiségi önkormányzatok munkáját támogatni, összehangolni egyik irányba, másik irányba pedig a helyi egyesületeket is támogatni, hogy ezek a szervezetek 20 éve folyamatosan tudnak működni, és eredményesen tudnak működni, tehát ez mindenképpen pozitívum. Akkor, amikor 20 évvel ezelőtt létrejöttek a megyei szervezetek, regionális szervezetek, akkor igazából volt egy ilyen megyepótló, középszintpótló szerepük, és ezt a szerepet a mai napig nagyon jól be tudják tölteni. A másik vége, amiben a legnehezebb helyzetben vagyunk, az kétségtelenül az oktatás, ugye a nyelvát örökítése, hiszen itt a nemzetiségek, így a magyarországi németek is, oktatás ugye az nem fejlődött annyit, mint amennyit kellett volna. Itt elsősorban arra gondolok, hogy nagyon kevés a két nyelven oktató, a tannyelven oktató óvoda, iskola, nagyon sok az úgynevezett nyelvoktató még, ahol heti 6 óra kellene, hogy biztosítsa nem csak a nyelv átadását, a nyelv elsajátítását, hanem az identitás megerősítését is, népismereti ismereteket és egyebeket, ez borzasztóan kevés. Hát ebben mindenképpen előre kell lépni, nem feltétlenül az óraszámban, hanem abban, hogy a pedagógus képzésben egyre inkább olyan nemzetiségi tanítók, tanárok, óvodapedagógusok kerüljenek ki az intézményekből, akik a második szakjukat is tudják németül tanítani adott esetben, és alkalmasak, képesek a kétnyelvű képzésre, hiszen a családok nyelvát örökítő szerepe, ezt tudjuk, megszakadt, egyre inkább az intézmények kell és kellett átvenni ezt a szerepet, tehát ebben nekünk nagyon sokat kell előre lépnünk. Azt gondolom, hogy erre most itt az előttünk álló időszak, az új parlamenti ciklus is ad egy lehetőséget, és határozottan élnünk kell vele. Az est természetesen alapvetően nem az ország kisebbségi politikájáról szólt, hanem a kikapcsolódásról, és arról, hogy bemutassák a vendégeknek, mennyire gazdag és szerte ágazó kulturális örökséggel bírnak a magyarországi németek. A Városi Magazin után mindjárt a délelőtt élőben közvetített képviselőtestület ülést láthatják, akik szerda este néznek bennünket, de még most minden előtt programajánló. Lev Tolsztoj, a Sötétség hatalma című művét láthatják a budaörsi Latinovics Színházban Alföldi Róbert rendezésében. A nyilvános főpróbára pénteken este 7 órára várják a közönséget. A Sötétség hatalmában olyan balesetekről van szó, amelyek mindnyájunkat érinthetnek. Szerelemről, viszonzottról és főleg viszonzatlanról, féltékenységről, egymásra halmozott és így egymást felerősítő vétkekről. A Magyar Vasút Modellezők és Vasútbarátok Országos Egyesületének jóvoltából a 64. vasútmodellverseny és kiállítás érkezik az ifjúsági klubba egy teljes hétvégére. A tárlat pénteken 15 és 19 óra között, valamint szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig tekinthető meg. Vetélkedőre csalogatja a játékos kedvűeket a Posztárt kulturális szintér pénteken este 7 órára.
A kvíz egy csapatjáték, amiben barátokkal együtt játszva kell megoldani különböző feladványokat. A kérdések minden témakört érintenek. Általános műveltség, logikai feladványok, képek, filmkockák, zenék felismerése és még sok egyéb. És végül, de nem utolsó sorban, indiai tánc workshopnak ad otthont a posztárt péntekig, 10-től 2:30-ig. További információt a ginarubik@gmail.com e-mail címen kérhetnek. És akkor mutatjuk elérhetőségeinket, ha van kérdésük vagy véleményük, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Ha pedig lemaradtak valamelyik műsorunkról, akkor nézzék meg a honlapunkon a bvtv.hu internetes oldalon. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.